Visszatértünk, ez ismét vagy még mindig a Sportverda, a stúdióban Sütő Enikő, Konko Jági, én Tordai István vagyok, golyógyilkos rövidnadrág, pálmafás ing, bajusz. Na ez ugye nem egy kocsi lesz. Előbb-utóbb odajukadunk. Ez az új dizájn. Valami Tom kocsi. Tom Selleck megvan? Arra így emlékszem, igen. Ja, hogy milyen kocsival járt ő? Fiat. Thomas Magnum egy Fiat. Majdnem. Nagyon örült, még mindig, pedig már 37 éves. Ferrari 308 GTS. Mellettem Varvasovszky János, autórestaurátormester, akinek megvan a véleménye az olasz sportautókról. De mivel én nem vagyok autórestaurátor, csak azt nézem, amit kapok, és amit kapok, az mindent visz. Miért nem szereted az olasz sportkocsikat? Kezdjük a pozitív dolgokkal. A dizájn gyönyörű. De emellett a tervezés, az összerakás, az anyagminőség az olasz. Giulianak amilyen kedve volt, éppen olyan lesz az autó. Te valóban nem szereted a Ferrarikat? Nem erről van szó. Az autó jelentős részét a mögöttünk lévő 3000 köbcentis V8-as motor foglalja el. Mit tudott ez a motor 1979-ben? Ez 252 lóerő, végsebessége 252 km/h specifikáció szerint, a gyorsulása biztos, hogy 6 másodperc alatt van 100-on. Lehet átkozni és az égig magasztalni, de egy biztos, jó, hogy van a világon Ferrari. Ámen. Bárkinek is eszébe jutna, a földkerekség talán leghíresebb bajsza, az nem téved. Thomas Magnum, avagy Tom Selleck a Magnum című filmsorozatban egy ilyen Ferrarival járt. 308-asból kettő volt, mégpedig... GTB, illetve ez a GTS. Különbség? A GTB a Berlinetta, azaz csukott, a GTS pedig a targa, azaz ez a nyitott. 1975-től... 85-ig gyártották. Egy új Ferrari, például a 488-as, most olyan 80 millióba kerül. Ő kellene? Ez az autó olyan 30 és 50 millió forint között van. Tartják az árukat, ugyanis nemrég forgattunk egy 10 éves 430-ast, ami 20 millió forintot ért. Ezeknek megy fel az áruk? Hát ezeknek abszolút megy fel az áruk. Félelmetesen megy fel. Azt lehet mondani, hogy 10 évente duplázódik. Azt mondják, hogy a régebbi Ferrarik meglehetősen szervizigényesek, és akkor finoman fogalmaztam, ez valóban így van? Mi nem vagyunk olasz autókra specializálódva, viszont az alkatrészbeszerzés az eléggé macerás. Hát nyilván Olaszországból lehet, az e-mailekre vagy válaszolnak, vagy nem, vagy küldenek valamit, vagy nem. Vagy ha küldenek, akkor az valószínűleg nem jó, és vissza kell küldeni. Rettenetesen nehéz vezetni, minden egyes mozzanathoz, mozdulathoz izó munka szükségeltetik, váltáshoz, kuplungoláshoz, kormányzáshoz aztán pláne, a szervóhoz nincs. Minek? Napos, hangos, látványos, piros és elvetemülten gyors, nagyjából ez lenne a Ferrari lényege. Volt már szerencsénk újabb Ferrarikhoz, 430-as, 458-as, 488-as. Elvetemültek, de ehhez képest kifinomult gépek. Igen, igazából a Ferrari az ez a Ferrari, tehát tényleg amikor ilyen brutál az egész, tehát már nem szervó, ABS, kipörgésgátló, fékerőszabályzó. Figyelj, nyomod a féket, vagy megáll, vagy nem.